2018. május 23-a, a nap, amikor a Vác elleni bajnoki döntővel is felérő utolsó fordulós mérkőzésen Szekeres Klára mindezidáig utoljára lépett pályára a Ferencváros mezében. Párjával ugyanis úgy döntöttek, gyermeket szeretnének, így kiválóságunk átmenetileg szünetelteti pályafutását. A nyáron megvolt az esküvő is, most pedig örömmel számolhatunk be róla, hogy érkezik a gyermekáldás. De mivel telnek Szeki napjai mostanában a mindennapos edzés és meccsprogram nélkül? Az első pár hónapom az ilyen tengés-lengéssel telt el, amikor így kerestem saját magamat is, hogy a lányoktól így hogyan tudok elszakadni, én hogy osztom be a saját magam idejét. Egyrészt jól esett a pihenő is, de ugyanakkor egy idő után már túl sok volt. Úgyhogy az első időszak az olyan keresgélés volt, ami úgy fejben is úgy mondom, hogy egy komoly feladat volt nekem megoldani, hogy mi legyen, hogy legyen. Nem könnyű több évnyi aktív élsport után átállni egy másik életmódra, de vajon mi hiányzott a legjobban a korábbi mindennapokból? Nem is feltétlenül azt mondom, hogy a kézilabda, mert azért tényleg most már nagyon sok éve én benne vagyok ebbe a kézilabdába, és azt mondom, hogy maga a mentális része felül jól esett a pihenő, de ugyanakkor az, hogy a napi rendszerességem megszűnt, az viszont nagyon nehéz volt kezeljem. Tehát én azt gondoltam, hogy majd mennyi mindenre lesz idő, meg mennyi mindent kipróbálok, és igazából ez, hogy nem voltak beosztva a napjaim, és egy új programot kellett kitaláljak magamnak, ez nehézséget okozott, hiányzott. És ez is volt egyébként, hogy amikor a lányok elkezdték az edzéseket, akkor igazából így életre keltem, mert csak bejöttem beszélgetni velük, és teljesen visszajött belém minden ötlet, minden élet. Mostanra úgy fest, beállt az új napi rutin. Szeki igyekszik óvatos, könnyű mozgással formában tartani magát, mellette pedig arra is rájött, mivel tudja segíteni a ferencvárosi kézilabdát. Ez pedig az utánpótláshoz kötődik. Amikor én elkezdtem ebben gondolkodni, volt egy olyan motivációs része a dolgoknak, hogy egyszer-kétszer már jártam gyerektornákon, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok helyen láttam azt, hogy edzőhiány van, illetve tényleg annyira sok gyerek érdeklődik a kézilabda után, hogy azt gondolom, hogy azoknak a játékosoknak a feladatuk is erre odafigyelni, akik már tényleg évek óta ebben benne vannak és nagyon sokat tudnak segíteni. Úgyhogy én is úgy gondoltam, hogy ezzel valamit tudok nekik adni, hogyha esetleg egy-egy edzésen megjelennek, akkor hátra tudom őket motiválni. És itt láttam is egy kisebb részt így a Fradinál, hogy talán a lányokat le lehetne több fiatal edzésre csalni. És ez igazából szeptembertől el is indult, hogy ők folyamatosan forognak, lemennek, nincsen megadva nekik pontosan, hogy mit kell csinálniuk az edzésen. Minden edzővel ők megbeszélik, hogy most ők beállnak, részt vesznek úgy, mint aktív játékos, vagy akár, mint edző. Igazából tényleg mindenkinek más a terve a jövőre nézve, úgyhogy kényszeríteni senkit nem akarok, de azt ők is látják, hogy egyébként mindenki nagyon örül nekik, és azt gondolom, hogy ez az edzőknek is egy könnyebbséget jelent, hogy tényleg a gyerekeknek is látják a tüzet a szemében. Szeki ennek a mentorprogramnak a szervezéséért felel, de hogy lássuk, hogy is néz ki ez a gyakorlatban, meglátogattunk egy utánpótlás edzést, ahol éppen faluvégi Dorottya volt a vendég. A gyerekek nagyon örülnek, mikor már csak azt meglátják, hogy belépünk a terembe, akkor már kíváncsian várják, hogy mi lesz, és igazából lehet, hogy nem is kéne nekünk ott nagyon aktívnak lenni, de ők már azzal nagyon boldogok. Ettől függetlenül a lányokat azért általában megkérdezem, hogy milyen volt nekik, hogy telt. Nyilván valaki hamarabb megtalálja velük a közös hangot, van, aki kicsit később, de igazából mindenki azt mondja, hogy az, hogy egyszer-kétszer elmennek egy-egy edzésre, az az ő részükről is belefér, és tényleg sokat számít a gyerekeknek. Tennivaló tehát akad bőven, de azért most már itt az ideje azon is gondolkodni, hogy Szekeres Klára hamarosan anyuka lesz. Eddig igyekeztem tényleg megtalálni a magamnak a ritmusát, viszont most már tényleg arra koncentrálok, hogy majd mi lesz akkor, amikor majd szülni fogok, úgyhogy most már azért néha tudatosan nyomok egy stop gombot, hogy ne pörgessem túl a napjaimat. és tényleg így nagyon várom, sokan kérdezik, hogy nem fog ez az egész hiányozni nekem, és én úgy is vagyok vele, hogy nem fog szerintem hiányozni, mert egy olyan dolog vár rám, ami egy nagyon nagyszerű dolog, és biztos vagyok benne, hogy majd abban a helyzetben is én megtalálom azt az utat, amit össze tudok esetleg kötni a kézilabdával. Mi pedig ehhez és az anyasággal járó feladatokhoz is nagyon sok erőt és örömöt kívánunk!